A Sárospataki Református Gimnáziumban törekszenek rá, hogy biztos szakmai alapot teremtsenek a diákok számára a természettudományok terén. Ezt nem csak a tanulók versenyeken elért sikerei bizonyítják, hanem az is, hogy egy nagy léptékű fejlesztési terv van készülőben. Egy támopos pályázaton indult el az iskola, amelynek keretében egy laboratórium kialakítása valósul meg. Ez a projekt, én azt gondolom, hogy nem csak református gimnáziumunknak, nem csak Sárospataknak, hanem a térség vagy a régiónak is csak pozitívumokkal szolgálhat, hiszen a pályázat elnyerése során okkal van jogunk feltételezni, hogy Sárospatak és a szűkebb régiónk legkorszerűbb természettudományos labora épül meg itt a gimnáziumban. A labort a legmodernebb technológiai berendezésekkel, gépekkel, informatikai rendszerekkel szerelik fel. Ezek segítségével a kísérleteket digitalizálni tudják, hogy visszanézhetők legyenek. A projekt a környék általános iskoláinak segítségével valósul meg, amelyek nem csak az előkészítésből vették ki részüket, hanem a kész laboratóriumot is használják majd. Köszönetet és hálát kell mondanom a projekt előkészítésben résztvevő valamennyi kollégának, és különösen annak a 12 általános iskolának, akik vállalták, hogy természettudományos szaktárgyat tanító tanáraikkal és diákjaikkal bekapcsolódnak, és mint egy partnerintézményként részt vesznek ennek a pályázatnak a levezénylésében, munkálatok elvégzésében és természetesen a fenntartási időszakban is. Az oktatóhelyiség kialakításával 12 partneriskola tanulóinak lesz lehetősége, hogy korszerű, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumban tanulják a fizikát, kémiát vagy a biológiát. A pedagógusok tapasztalatai szerint a diákok a gyakorlati dolgok iránt mindig fogékonyabbak, ezért a gimnázium tanárai azt remélik, hogy a laboratóriumi munkának köszönhetően sokkal többen kedvelik meg a természettudományokat, és a továbbtanulási arány is javulni fog ezen a területen.